Tisztelt polgármester úr, mi minden történt a héten? Ó, hát sok dolog volt, ez egy zsúfolt időszak volt az előző, leginkább azért, mert volt képviselőtestületi ülés, ahol a legfontosabb téma az az önkormányzat költségvetésének módosítása volt. Nem nagyon szoktunk ilyen korán módosítani, voltak olyan évek, amikor ilyenkor februárban fogadtuk el egyáltalán a költségvetést. Ugye most már 2 vagy 3 éve decemberben el tudjuk fogadni, mert az állam is elfogadja az ő költségvetését, amitől azért mi függünk, mint önkormányzat. Elfogadja már nyáron, és akkor így nekünk van lehetőségünk évvégén elfogadni. Most azért kellett módosítani, mert hál' Istennek egy csomó pénzt kapott az önkormányzat, vagy szerzett, inkább így mondom. Rengeteg pályázatunkat sikerült az utolsó pillanatban jó irányba fordítani. Ilyen volt, hogy például a Bányai Elemér utca, Kicsi utca útfelújítási projektje, ami tartaléklistára került az eredeti projektbe. Szatmári Kristóf képviselő úr ügyes lobbizásának érdekében a maradék pénzből kaptunk mi is, tehát ezt megadták nekünk, ezt a támogatást. Aztán ugye az már korábban is hír volt, hogy ugye az Egészséges Budapest program keretében a szakrendelő bővítéséhez több mint 1,1 milliárd forintot kapott pályázaton az önkormányzat, ezt is be kellett építeni a költségvetésbe. És szintén Szatmári Kristóf lobbizta ki, hogy közvetlen támogatást kapjunk bölcsőde építésre egy 100 millió forintot, így ezt is be kellett rakni a költségvetésbe. Persze nem csak bevitel, hanem kiadási oldalon is hozzá kellett rakni. A szakrendelőhöz is rak hozzá az önkormányzat egy 120 milliót, a bölcsődéhez egy 200 milliót, de így akkor ezek a projektek tudnak majd menni. Ezen kívül egy olyan dolgot emeltünk be, ami nem ezekhez kapcsolódó volt, ez a Baross utcai óvoda udvar felújítása. Ugye ezt úgy gondoltuk, hogy megvárjuk a költségvetés normál módosítását májusban, de hál' Istennek most ugye már februárban kellett módosítani, így be tudtuk rakni ezt a költségvetésbe, úgyhogy az vélhetően a nyár folyamán, majd meglátjuk, hogy zajlik a közbeszerzés, de a nyár folyamán, vagy lehet, hogy még kicsit hamarabb meg lesz. Ugye ez az az óvoda, ahol még jótékonysági futóversenyt is szerveztek az óvodapedagógusok, meg a szülők, hogy legyen felújítva az udvar. Ez egy jó nagy munka, vagy jó nagy udvar ott a úszoda mellett, de akkor most belevágunk ebbe is. Aztán ezen kívül volt még egy nagyon fontos téma a képviselőtestületi ülésen. Ez meg az, hogy azok a hírek járják, hogy migráns központot, illetve migráns támogató irodát szeretnének nyitni az Ikarusz Ipari Parkba valakik. A tulajdonos meg bérbe adna területet, csarnokot, irodát, bármit erre. Én megkerestem, ahogy én ezt meghallottam, ezt a hírt, azonnal megkerestem a tulajdonost, képviselő ügyvédi irodát, mert ugye a tulajdonossal nem vagyok beszélő viszonyban, amióta elkezdtük a felszámolási eljárást ellenük adótartozás miatt. És a ügyvédi iroda mai napig nem válaszolta arra a kérdésemre, hogy egyáltalán van-e ilyen terv. Ebből én arra következtettek, hogy van terv. A képviselőtestület döntött is abba, hogy mi határozottan tiltakozunk az ellen, mert ugye az a probléma itt, hogy ugye egy magánszemély, Ikarusz Ipari Park tulajdonosa egy alapítványnak, soros bármelyik alapítványának, vagy bármilyen alapítványnak ad bérbe valamit. Ebbe az önkormányzat hatóságilag nem tud beleszólni, mi megtiltani nem tudjuk hatóságilag. Egy dolgot tudunk tenni, a közvélemény segítségét hívjuk, hogy a tulajdonos meggondolja, hogy ha lett is volna ilyen szándéka, vagy ha van ilyen szándéka, hogy ne tegye, mert itt a környék lakói, a 16. kerületek nem szeretnék, hogyha itt lenne ilyen iroda, esetleg ideiglenes szállás, vagy bármi ilyesmi. Nagy vita volt erről a képviselőtestület ülésen, én meg is lepődtem. Ugye leginkább Vajda képviselő úr vitatkozott, mert ugye egy újságcikk vagy kettő is megjelent arról, hogy ő ezt támogatná, vagy ő kezdeményezte ezt a dolgot, ő ezt határozottan cáfolta, tagadta, hogy neki ehhez köze lenne. Én készséggel elfogadom, bár érdekes és árulkodó a dolog, hogy végül is nem támogatta azt a javaslatot, hogy tiltakozzunk a migráns bevándorlás, illetve hát itt a Ikarusz Ipari Parkba való telepítés ellen. Hát nem tudom, hogy akkor most higgyünk-e ennek a szavaknak, higgyünk vagy a tetteknek, de hát ezt mindenki el tudja dönteni maga majd. Aztán ezen kívül a képviselőtestület megválasztotta az idei díszpolgárokat, ugye most 2 választottunk, nem mondom el, hogy kik lettek, ugyanis ez majd a március 15-i ünnepi képviselőtestület témája, ugyanígy választottunk 5 darab kerületérkitüntetetet, ezt sem mondom el, illetve ifjú tehetséget is, mind a zeneművészet, mind a kultúra és mind a tudomány területén 3 fiatalt, ezeket sem mondom el, hogy kik egyenlőre. Ő nekik is majd a díjat, illetve a elismerő oklevelet, meg a vele járó pénzjutalmat majd a március 15-i ünnepi képviselőtestületi ülésen az Erzsébet-ligeti színházban fogjuk átadni. Tehát este. Ott lesz. Este, így van. Így van este. Aztán ezen kívül, ami még ebbe a rövid időszakban történt, ugye elkezdődött egy újabb nagy projekt, a MLTC
futókörének salakosról, rekordtánra, ilyen gumiburkolatos dologra történő cserélése. Ugye ez már egy régi kívánsága volt az MLTC-nek, mert akkor, bár akkor még csak nagyon csöndesen és halkan jelezték felénk, amikor annak idején a klubház épülete fel lett újítva egy 10 évvel ezelőtt, hogy jó lenne, akkor ugye még egyáltalán nem volt ilyen pálya a kerületben, aztán azóta az Icarus sportpályán meglett a 8-sávos futópálya. Itt egy 3-sávos futópálya lesz, majd ez kezdődött el. Most ez is a Fejlődő Kertváros program keretének egyik pontja volt. Aztán ezek kívül volt néhány rendezvény, például a Rafts szokásos tavasz előtti foci tornáját gyerekek számára rendezte a Sashalmi Közösségi Házban, úgyhogy ott nagyon jó meccseket vívtak, nagyon komoly csapatok, Ferencváros, ilyesmik jöttek el, úgyhogy tényleg érdemes volt kilátogatni oda. Aztán folynak az egyeztetések a szakrendelő bővítésével kapcsolatban, ugye a tervező gőzerővel dolgozik, volt szerencsém ott lenni egy egyeztetésen, ahol épp a vezető orvosok tanácskoztak arról, hogy melyik rendelő hogy bővüljön, hova bővüljön, melyik hova kerüljön. Ugye itt egy plusz egy szintet a magas épületre húz rá az önkormányzat, ott lesz a sebészet leginkább, meg a hozzátartozó különböző dolgok, illetve a alacsony épületre még egy szintet, meg még egy fél szintet húz rá, most egyenlőre így állunk. Úgyhogy itt ebbe léptünk előre. Tárgyaltam a 100 forintos bolt tulajdonosával, elmondtam neki, hogy akkor mik a lehetőségek, ugye az egyik, és szerintem ezt a lehetőséget fogja választani, de hát ez az ő döntése, hogy átköltözik a Jókai utca 6 irodaház földszintjére, ugye ott van egy bérlőnk, hát több bérlőnk van, de az egyik az volt olyan rendes az Everlink Kft., hogy azt mondta, hogy ha nagyon szükség van rá, akkor ő egy szinte följebb költözik, persze nyilván neki ki kell alakítani ott ugyanazt a színvonalat, amit a földszinten, úgyhogy ezt neki a 100 forintos boltos tulajdonosának meg kell fizetni, hát ezt ők majd megállapodnak egymással, hogy akkor ezt hogy intézik el, és akkor ott lesz vérjelnyi reményem szerint a 100 forintos bolt, úgyhogy így ez a kérdés is rendeződni fog. Mert hogy ugye a 100 forintos bolt helye meg kell a plusz parkolóknak, mert ugye olyan az építési jogszabály, hogy nem elég a bővítésre számolt parkolóhelyeket biztosítani, hanem az egész épületre való parkolóhelyet kell biztosítani telken belül, és ez még most sincsen meg. Ugye amikor azt építették a szakrendet, más volt a jogszabály, most kétszer annyi parkoló kellene ugyanakkor a épülethez. Úgyhogy így valószínűleg kétszintes parkoló lesz a mostani épület előtti parkolóhelyén. És ez minden talpalatnyi földre szükségünk van, ráadásul még zöld földet is kell valahol produkálnunk, úgyhogy nem egyszerű a tervező feladata, de hát majd és igyekszik meg. Két szint az hogy fog elhelyezkedni? Egymás alatt. Tehát az úgy lesz, hogy igen, tehát lesz egy lenti szint, ami nem zárt lesz. Most úgy tervezzük, hogy ne kelljen légtechnikát mi egymást, tehát hogy egy olcsóbb megoldás legyen, hogy ilyen félig földbe sülyeztet lesz az egyik fele, és akkor a másik egy kicsit meg lesz emelve. Körülbelül arra a szintre tervezi most a tervező, ami a szakrendelőnek a főépület bejárata. Ugye ott 3 lépcsőfak van, na azzal lenne egy szintben a felső rész, és alatta ugye egy megfelelő mélységben az alsó szint, és így akkor meg lehet oldani talán azt a szükséges parkolóhely számot, ami kell. Meglátjuk, ugye engedélyezési eljárás is van most még a tervezés folyamata. Elvileg nyár elejére, tavasz végére késznek kell lenni ezeknek a terveknek, hogy el tudjuk indítani a közbeszerzési eljárást. Annyit beszéltem meg a 100 forintos boltos, hogy ameddig feltétlenül nem kell a terület az önkormányzatnak, tehát ameddig nem kezdődik el a kivitelezés, addig maradhatnak ezen a helyen, ahol most vannak. Aztán majd meglátjuk, én felajánlottam, hogy megvásároljuk tőlük a faház épületét, ha úgy sincsen rá szükségük, mert hogy átköltöznek a Jókai hatba. Bár nincsen ilyen kötelezettségünk, de hát azért mégiscsak valamit segítsünk a 100 forintos boltnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy korrekt megállapodás fog létrejönni ebbe az ügybe. Aztán ezen kívül voltam 95 éves néninél a Tekla utcában pont. Nagyon jó erőben van onnan, én 90 éves korában is voltam nála, emlékezett is rám, meg mondta is, hogy akkor 5 év múlva mindenképpen 100 éves lesz, akkor jöjjek mindenképpen, mondtam, hogy hát Anna néni, megoldjuk, nem probléma. Hogyha tényleg megéri a 100 évet, akkor elmegyek hozzá. Úgy legyen. Köszönteni. Hát nagyjából ezek voltak. Ugye most a hétvégén egy fontos nagy esemény lesz, a kommunizmus áldozatainak emléknapja február 25-én van, ugye ez egy vasárnapi nap, és a szokásos módon az önkormányzat által szervezett busszal a megemlékezők el tudnak menni a 301-es parcellába ide-oda, mondta, és akkor egy körtúra végén 2 órától a Tótilonka téren, utána meg a Tótilunk emlékházban van ünnepi megemlékezés, vagy hát amennyire lehet a kommunizmus áldozatainak emléknapját ünnepelni, de hát, hogy megemlékezés lesz vasár.
Hát kellemes hétvégét kívánunk a sok programhoz. Biztos mindenkinek lesz, hát ha még a hó is esik, egy kicsit lehet szánkozni a gyerekeknek. Hát úgy legyen, hogy legyen akkor a hó, hogy lehessen szánkozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.